Bonjour. Cette semaine, nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Nous allons nous occuper du passé composé. Nous allons également apprendre quelques mots concernant les vacances et le voyage. Ezen a héten valami újat fogunk tanulni. Elkezdünk ismerkedni a múlt idővel, az úgynevezett passé composéval, azaz a befejezett múlttal fogunk foglalkozni. Ezt az igeidőt kell használnunk, ha a múlt egy adott időpontjában történt, lezárult cselekvést akarunk kifejezni. Ez egy összetett igeidő, amely egy segédigéből és a főige befejezett melléknév igenévi alakjából áll. Ezen a héten az avoir segédigével ragozott igékkel, ezen belül pedig a leggyakoribb igékkel, az er végű igékkel foglalkozunk. Az avoir segédigét jelen időben kell elragoznunk, az alany számához és személyéhez igazítva, tagadás esetén a nő és pászavak a segédigét, vagyis ebben az esetben az avoir igét keretezi. Ami a szókincset illeti, ezen a héten a nyaralással, utazással kapcsolatos szavakkal gazdagíthatják tudásukat. Pour commencer, nous allons voir deux enfants, une fille et un garçon, et leur institutrice à l'école. Ils bavardent de leurs vacances d'été. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de vos vacances d'été. Pierre, où est-ce que tu as passé tes vacances? J'ai voyagé à Paris avec ma famille. Qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité Notre-Dame et la Tour Eiffel. Et toi, Nadine, où est-ce que tu as passé tes vacances? J'ai voyagé à Londres. Est-ce que tu as visité des monuments? Oui, j'ai visité des monuments et j'ai parlé en anglais. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de vos vacances d'été. Pierre, où est-ce que tu as passé tes vacances? J'ai voyagé à Paris avec ma famille. Qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité Notre-Dame et la Tour Eiffel. Et toi, Nadine, où est-ce que tu as passé tes vacances? J'ai voyagé à Londres. Est-ce que tu as visité des monuments? Oui, j'ai visité des monuments et j'ai parlé en anglais. Az iménti szituációban egy kislányt és egy kisfiút láthattak, amint a tanárnőjükkel a vakációjukról és a nyári élményeikről beszélgettek az iskolában. Ezen a héten a befejezett múlt idővel ismerkedünk, ami egy összetett igeidő. A most látható példamondatban az avoir segédige egyes szám második személyben van ragozva, mert a tanárnő a kisfiúhoz beszél, akit tegez. A visité igénél figyeljék meg, amint a szótári alak végéről le lett választva az er végződés, és a helyére egy é betű került. Mit néztél meg? Qu'est-ce que tu as visité? A most látható mondat a kislány válasza a tanárnő kérdésére, ezért egyes szám első személyben láthatjuk az avoir segédigét. Ebben a mondatban két ige is szerepel múlt időben, a visité megnézni, meglátogatni, és a parler beszélni ige. Ezen kívül a műemlék szó is feltűnik többes számban határozatlan névelővel, mert általánosságban beszélnek a műemlékekről, nem konkrét helyeket, épületeket említenek. Műemlékeket néztem meg, és angolul beszéltem. J'ai visité des monuments et j'ai parlé en anglais. Répétez après moi. Qu'est-ce que tu as visité? Qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité des monuments et j'ai parlé en anglais. J'ai visité des monuments et j'ai parlé en anglais. Pour terminer, nous allons apprendre la conjugaison du verbe visiter au passé composé. Végül Richard után ismételve tanulják meg a visité, megnéz, meglátogat ige ragozását múlt időben. Amit azt a képernyőn láthatják, az ige befejezett melléknévi igenévi alakját, az er végű igék esetében úgy kapjuk meg, hogy az ige szótári alakjáról le kell választani az er végződést, és a helyére egy é betűt kell tenni. Répétez après moi. J'ai visité. J'ai visité. Tu as visité. Tu as visité. Il a visité. Il a visité. Elle a visité. Elle a visité. Nous avons visité. Nous avons visité. Vous avez visité. Vous avez visité. Ils ont visité. Ils ont visité, elles ont visité, elles ont visité. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre quelques mots concernant les vacances et le voyage. A következő órán néhány a vakációval és az utazással kapcsolatos szóval bővíthetik majd a szókincsüket. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.